Több tucatnyian volt a kíváncsiak Zsigmond Ezső tavaly elkészült komoly természet és társadalmi problémákat boncolgató dokumentumfilmére csütörtök este a Krúdi moziban. A rendező által horrorba átcsapó krimiként apostrofát, a fölnyeléját című alkottás a kárpátaljai Latinára, az egykori neves brányászvárosba kalauzolja el a nézőt, amely már a pusztulás szélére került. A szovjet időszakban történt robbantások hatására ugyanis a mélyben folyamatosan keletkező üregek lassan elnyelik a várost. A történetről helyi magyarok, egykori bányászok és hozzátartozóik meséltek az alkotónak, akiket egy, Zsigmond Dezső fogalmazott bádogvárosba telepítettek volna ki, de ők ott maradtak, mert ami megmaradt az a múltjukhoz, magyarságukhoz köthető. Nincsennek különösebben elmondható, leírható értelme. Ez egy belső érzés, ez egy zsigeri érzés. Hogyha azt kérdezik, hogy mi a magyarság és mennyire elkoptatott ez a szó, vagy mennyire igaz, hogy magyarok vagyunk. Itt most megérhet, megérthető, mert itt nem csak lelkileg, fizikailag is házakban, emberekben tűntek és tűnhetnek el, tűnhet el a magyarság. Annyira egyházi vetítés követően közönség találkozóra is sor került, amelyen az érdeklődők több érdekességet, kulisszatitkot is megtudhattak a forgatásról és a filmkészítéséről. Pénteken a történet helyszínén Akna tartják a film díszbemutatóját. A rendező a napokban egyébként a megyebeli penészleken dolgozott új filmjén, amely a mezőgazdasággal kapcsolatos, de történelmi témájú alkotás lesz.